Szerintem egy jó kezdés volt a fiúkkal, úgy gondolom, hogy végig tudtuk dominálni ezt a mérkőzést, és próbáltuk a legvégéig hozni ezt a jó játékot. Többnyire úgy gondolom, hogy domináltuk kisebb-nagyobb hibákkal, de tetszett, jó meccs volt. Hát belülről is úgy értem, hogy sima volt, szerintem még akár lehetett volna több is. Elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel, nyilván vannak hibák, amit ki kell javítani, de szerintem belülről is domináltuk ezt a mérkőzést. Minden mérkőzésben ugyanúgy próbálunk beleállni, nem foglalkozunk az ellenféllel, nyilván van erősebb csapatuk nekik is, nálunk is vannak hiányzók, de teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy átcsoportba estek ki, vagy nem, ugyanúgy kellene készen állni. Tudtuk annak a tétjét, hogy mondjuk annak ellenére, hogy barátságos mérkőzés, azért mégiscsak egy hazai rendezési torna, ez azért fontos számunkra. Másrésztről pedig tudtuk jól, hogy a lengyeleket már jó pár éve nem tudtuk megverni, ha mégiscsak barátságos mérkőzésről van szó, szóval mindenképpen ezt szerettük volna elérni már. Az, hogy ilyen játékkal sikerült, az szerintem különösen jót tesz a csapatnak, és hogy végig tudtuk uralni a játékot. A végén egy picit a Vajádi miatt sajnáltam, hogy bekaptuk azt a emberhátrányos gólt, de máskor kicsit jobb munkát kell végezzünk. Talán egy picivel az emberellőnyös játékunkon még kicsit javulni kell, de összességében én azt gondolom, hogy jó meccset játszottunk, főleg a második harmadban voltak olyan periódusok, ahol rájuk tudtunk cserélni, ugye ott egy kicsivel trükkösebb a csere, főleg a szélsőknek, meg a hátvédeknek. Ezt azért megfelelően tudtuk menedzselni, ami nagyon, nagyon jót fog tenni nekünk a jövőben is, hogyha ezeket a dolgokra, ezekre a részletekre odafigyelünk. Azért értek egyet egyébként a Slekivel, mert a letámadásainkban lehetett érezni, hogy amelyik pillanatban teljesen lánnal letámadtunk, dobálták el a korongokat, és nem tudtak normális passzokat adni. Ez azért nagyban megkönnyítette azt a dolgot, hogy a semleges harmadban összeszedjük a korongokat, és utána támadjunk. Én nem is nagyon emlékszem, hogy a védekező harmadban, a harmadik harmadban nyilvánvalóan voltunk egy párszor védekező harmadban, de az első két harmadban többnyire a támadó harmadban voltunk. Úgyhogy ez is egy óriási motivációt tud adni a következőkre, úgyhogy összességében egyetértek, és Slek is látott már pár jégkorong meccset.